Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban! Ó, és be is töltött, megérkeztünk, egy gurusrác videó lesz. Bemutatom a legújabb és legizgalmasabb feature-t, ami most érkezett. Már ezek előtt megjelent két videóm. Az egyik az teljesen átfoglalóan átbeszéljük benne a gurusrác dolgot is, hogy mi ez és hogy hogy kell használni, és stb. A másodikban pedig az update-ekről van szó. Most pedig egy nagyon rövid videóval elmondom, hogy mi a legújabb feature az intro után. Jó, itt is vagyunk, mutatom, mit kell nézni. A jobb alsó sarokban látható ez a napi jutalmak menüpont. Itt elmondanám, hogy ez 12 órát kapunk egy darab napi küldetésre, és általában azt vettem észre, most így 2-3 napja csináltam ezeket a kis küldetéseket, egy ilyen cserét, vagy egy autofill, vagy egy kulcsocskát ad a dolgod végeztével, viszont megéri, elvileg 8 óránként lehet ezt elérni, de majd mindjárt megnézzük, ha megcsináltuk. Na már most itt a következő feladat, hogy level up, az első, egy elite rangot kell szereznünk, ezt leggyorsabban úgy tudjuk elérni, hogy szépen itt valamelyik challenge-öt felpörgetjük. Meg is érkeztünk, sikeresen teljesítettem az elitet, picit így ráfrissítettem, meg picit megvágtam így a videót, mert így frissítgettem és nézegettem, hogy mikor érem el az elitet. Egyébként csak pár perc volt, de nem akartam ezzel húzni a videót. Úgyhogy én mindig ezt szoktam először teljesíteni, mert eleinte bugos volt a rendszer, és megcsináltam az összes többit, és utána fogta magát, és azt mondta, hogy ez így mégse lesz meg. Na mindegy, szóval először ezt megcsináljuk, ugye elértünk elitbe. Akkor szokott lenni 2 lájkolós dolog, vagyis nem lájkolós, igen, ez a harmadik, de szokott lenni 2 szavazós, itt ugye 10 fotóra kell szavaznunk. Ezt gyorsan meg is csinálom, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és itt mutatja is a bal alsó sarokba, hogy megvan, leokézzük, done, és meg is vagyunk a második ponttal, egyébként mindegyikért 25 tapasztalati pontot kapunk. A következő így 20 fotóra kell szavaznunk, 1-2, igen, mutatja is, úgyhogy nem is kell számolnom, a fekete-fehér állatok challenge-nél. Szépen szétszavazzuk magunk, meg is vagyunk, király! És a negyedik, amit én kiszoktam egyébként bekkelni, 5 fotóra kell lájkot nyomnunk, ezt egyébként úgy is meg lehet csinálni, hogy felkeressük a saját fotóinkat, kiválasztunk egy képet, szóval 1, 2, 3, 4 és 5. Elvileg meg is vagyunk a napi challenge-el, visszamegyünk a challenge részre, és megnézzük. Kész, megcsináltuk. Ugye 4 feladatot kell megcsinálni, és kész van a napi ilyen mini challenge, és be is gyűjthetjük a kis díjunkat, ami most nem más, mint egy ingyenes csere. Úgyhogy ennyi volt, igen, 12 óra van, rosszul mondtam az elején, tehát nem 8 óra van rá, hanem 12 óra. 12 óra múlva ugye újra nekikezdhetünk, és szétcsapathatjuk ezt a challenge-et. Úgyhogy röviden ennyi lett volna. Ez a remek újítás érkezett be, tök jó pofa dolog egyébként, így ingyen cuccokat lehet szerezni, főleg ha el vannak fogyva, akkor nagyon jól tud jönni, így 12 óránként ez a cucc, úgyhogy hát kívánok mindenkinek sok sikert, ha kérdés van, vagy észrevétel, vagy vélemény, akkor mindenképp jelezzétek kommentbe, és hamarosan érkezek új videókkal, sziasztok!